Az ellenzék hamar kapott az alkalmon, hogy kihasználja a kormányválságot. A PESZEDE első alelnöke bejelentette, az alakulat ma bemutatja a bizalmatlansági indítvány szövegét. Időközben az EUR is előjött a maga bizalmatlansági indítványával. A szociáldemokrata párt elnöke Marcel Colaco a hét elején jelentette be, hogy benyújtják a kormány elleni bizalmatlansági indítványt, amin meg lesz az ahhoz szükséges 234 szavazat. A híre, hogy az USZERE Plus nem kíván többé részt venni egy olyan kormányban, amelyet Florin Kicu vezet, Sorin Grindiano, a PESZEDE első alelnöke bejelentette, hogy ma bemutatják a bizalmatlansági szövegét, amelyhez várják a szükséges aláírásokat, beleértve természetesen az USZERE Plus honatjái részéről is. Cine vrea? Aki valóban azt akarja, hogy ez a kormány megbukjon, az alá fogja írni a PESZEDE bizalmatlansági indítványát, a többi csak mese. Akkor számít valaki, ha aláírja. Ha nem, akkor mindössze egyfajta balettről beszélhetünk. Minden elégedetlen személynek az aláírása az egyedüli garancia arra, hogy valóban van akarat a Kicu kabinet megbuktatására. Az aláírás hiánya azt jelenti, hogy még alkudoznak és zsarolják egymást különböző előnyök elérése érdekében. Sorin Grindiano sajtótájékoztatóján megjelent a Románok Egyesítésért Szövetség elnöke George Simion is, aki arra szólította fel a PESZEDE-t, hogy támogassa az EUR bizalmatlansági indítványát. Nem tudom, hogy ki áll ezek mögött a pártok mögött, hogy mindenki ragaszkodik a saját indítványához. A románok meg kell szabaduljanak Florin Kicutól. Ha valóban ezt akarják, hát akkor írjanak alá egy egyszerű szöveget. Florin Kicunak távoznia kell. Hozzátette, az EUR 42 szavazatot tud biztosítani, az USZERE Plus 80-at, a PESZEDE 160-at, ami bőven elegendő a kormány megbuktatásához.